Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, délelőttön, délutánon. Éjfőkben a játékszobában, látod? Itt a Davisnek a játékszobájában. És a mai videóban nem más fogok csinálni, mint válaszolni fogok ugye a kérdésekre. A múltkori videóban mondtam, hogy ha valakinek van valami kérdése, oda a videó alá nyugodtan írjátok meg. És kaptam körülbelül 170 kérdést, vagyis kommentet. Ezekre fogok most válaszolni, hogy meddig jutunk el, azt nem tudom, de megpróbálok minél többre válaszolni. Ugye most bezárom itt az ajtót, látod? Hogy senki ne zavarjon, ugyanis a Davis az kint van, most fog vacsorázni, Lukaszben a szobájába, idehoztam a számítógépet, és lerakom a kamerát. Amit ráraktam a kamerát már az állványra, csak be kell állítani. Várjál, hogy ne legyek túl sötét, túl világos se. És a legelső kommenttől fogom kezdeni, tehát betöltöm a videót le meg a legaljára, és megpróbálok rájuk válaszolni. No, betöltöttem a videót. Kezdem a legelső kérdéssel. Nem tudom, hogy mondjak-e neveket, vagy nem mondjak. Elkezdem ugye az elején, és a vége felé biztos, hogy el fogom felejteni bemondani a nevet, csak a kérdésre válaszolok. De kezdjük. Szóval, a legelső Yolo the Gamer kérdezte, vagy mondta. Szia! Nagyon jó lett a videó, köszi szépen. Az én kérdésem az lenne, hogy nálatok Ausztráliában nagyon sok bevándorló van. Igen, nálunk itt Ausztráliában nagyon sok bevándorló van. Killer Alex 234. Egy kérdés, milyen veszélyes állatok élnek a vizekben, és ha van kígyó, akkor milyen fajta? Veszélyes állatok a vizekben például cápa, van például vízi kígyó, ilyen medúzák. Már nem minden medúza veszélyes, de vannak ezek, ugye, ezek a veszélyesebb medúzák, amik ugye, hogyha megcsípnek, akkor vagy bele lehet halni, vagy ilyen égési nyomokat hagynak. Ez nem mindenhol van. Tehát itt a Gold Coaston nagyon ez nem fordul elő, de van ilyen medúza szezon, mikor jönnek, és olyan, ugye nem szabad belevenni a vízbe, de nem mindig fordul elő. Kígyó, milyen veszélyes kígyó, például van ez a barna kígyó, ami hogyha megharap, akkor nagyon gyorsan ugye bele tudsz halni, kivéve, hogyha ugye kapsz ugye ellenszert, tehát kígyókkal itt nálunk ugye vigyázni kell, mert sose lehet tudni, hogy milyen kígyó, még akkor is, hogy ilyen kis picike, ilyen kis vékonyka, és úgy néz ki, hogy ez nem veszélyes, az is veszélyes tud lenni. De hát, megyünk a következő kérdése. Nem más kérdezte, mint Nagy Laura. Laura Nagy. Vagy mondta. Nálatok kint meg lehet mindent venni hitelre? Tehát nem egy adott összeget veszel fel, és abból költekezel, hanem felveszel egy autóra, aztán egy tévére, vagy ilyesmi. Nálatok ez hogy működik? Ezen már egy ideje gondolkozom, hogy megkérdezzem, hiszen az eleje óta nézlek, és imádlak titeket, puszi nektek. Köszönöm szépen, köszi szépen. Na, tehát nálunk mindent meg lehet venni hitelre. Hogyha dolgozol, akkor ugye fel kell építeni a kreditedet, a hiteledet. És hogyha rendesen dolgozol ugye éveken meg éveken során, akkor ugye minél több hitelt kapsz. Hogy hogyan lehet itt vásárolni? Vannak ugye ilyen személyi kölcsönök, azt hiszem így mondják magyarul, tehát például felveszem mondjuk 10.000 dollárt, és ezt ugye arra költöd, amire akarod, elköltheted autóra, tévére, vagy akármire, tehát van ilyen fajta, de van másfajta is. Például, hogyha mondjuk autóra veszel fel hitelt, besétálsz, megteszik egy autó, és arra adják ugye meg a pénzt. Tehát ezt a pénzt te nem látod, csak kifizetik neked az autót, és te ugye kezded visszafizetni. Aztán lehet venni ugye hűtőt, mosógépet, tévét. Ez másképp működik. Kapsz egy ilyen kártyát, olyan, mint egy ilyen hitelkártya, és hogyha ezt megteszik mondjuk egy hűtő, és abban a boltban azt mondják, hogy van 24 hónap kamatmentes hitel, akkor fogod ezt a kártyádat, és lehúzod. Kifizeted, és ezt szépen visszafizeted ugye havonta. Van rá mondjuk 2 évet, hogy visszafizessed kamat mentesen. Fizetheted tovább is, de akkor ugye 2 év után rámegy a kamat. De van, hogy 5 év ilyen kamatmentes hitelt kapsz. Tehát ehhez nem kell sekezes, semmiféle hasonló ugye dolog. Egyszerűen megkapod ezt a kártyát, és utána vásárolhatsz vele. Hogy mennyi limitet kapsz, ugye mindenkinek van egy limitje. Mikor megkapod a kártyát, általában ugye kevés pénzt kapsz, de hogyha látják, hogy vettél egy hűtőt, és szépen kifizetted, ugye nem ment rá a kamat, lehet, hogy még előbb is visszafizetted, lehet, hogy nem baj, de rendesen dolgozol, akkor ezt a limitet ugye feljebb emeli. És még feljebb emeli, tehát az évek során, ahogy látják, hogy minél többet használod ezt a kártyát, és rendesen fizeted, tehát egy fizetésre hagysz ki, akkor így feljebb emeli a limitet, és ugye minél több pénzt kapsz erre a kártyára. Tehát ahogy mondtam, hogyha rendesen dolgozol, így építed fel a hiteledet.
azt hiszem, hogy így mondják magyarul, ugye szépen felépíted, és mindent megkapsz, amit akarsz. Ugye attól függ, hogy mennyit dolgozol. Na igen, remélem, sikerül válaszolni erre a kérdésre. Hogy van Lukasz? Tamás Töcsért kérdezte. A Lukasz az jól van. Jelenleg itt van benne a szobájában, nemrég végezte be a házi feladatját. Aztán Gameplay Lőrinc kérdezte. Szerinted Magyarországon jobb volt, mint Ausztráliában? Nem tudom, hogy ezt a kérdést is sokszor kapom, hogy hol jobb, meg hol volt jobb, meg hol nem volt jobb. Más. Hogyha minél előbb ugye ide kivándorolsz, például a gyerek vagy, akkor itt nősz fel, és itt minden jobb. Hogyha később jössz, például már olyan 35 vagy 40 évesen, akkor másabb, ugye hozzá kell szokni az itteni dolgokhoz jobban, és egy kicsit talán nehezebb, de hogy nekem hol jobb, én szerintem itt jobb, ugyanis ugye mindenki tudja, vagy sokan tudjátok, hogy 19 volt, amikor ide kijöttem lakni, tehát én itt kezdtem el végül is dolgozni meg mindent a családot, tehát iskolában Magyarországra jártam, de dolgozni meg az életet végül is itt kezdtem el Ausztráliában. Na, úgyhogy menjünk tovább. Mi az igazi neved, kérlek, mondd el, Molnár Tamásnak hívnak engem. Milyen könyv van a Lukasznál, jobb az élet Ausztráliába? Erre a kérdés ugye most válaszoltam. A Lukasznél, hogy milyen könyv volt, nem tudom. Utána megmutatta nekem a könyvet, de elfelejtettem a címét. Ugyanis abban a videóban ugye valami könyv volt áll, amit nem akart megmutatni, csak azért mondom, hogy aki nem látta ugye azt a videót. Aztán, milyen veszélyes állatok vannak Ausztráliában? Rotix007 kérdezte, elfelejtette meg a nevet. Ausztráliában általában milyen idő van, miért nem tanul meg a feleséged magyarul, feliratkozol a csatornámra? Na, menjünk az első kérdésre. Milyen veszélyes állatok vannak Ausztráliában? Nálunk sok veszélyes állat van, tehát vannak veszélyes kígyók, vannak veszélyes pókok, cápák, aztán ugye még sorolhatnám. De, na mindegy, menjünk a következő kérdésre. Ausztráliában általában milyen idő van? Meleg. Általában meleg az idő. Tehát ugye fordítva vannak az évszakok, tehát az a 3 hónap az a tél, utána ugye van a tavasz, nyár, aztán ősz, és jó idő van szerintem. Tehát télen sincs ugye az a hóesés, mondjuk esik a hó ugye fent a hegyekbe, de Ausztráliának a legtöbb rész ugye nem esik a hó, tehát azért nem fogunk itt megfajni. Jó idő van. Miért nem tanul meg a feleséged magyarul? Azért nem tanul meg magyarul, mert szerintem nincs értelme, hogy megtanuljon magyarul, ugyanis én jöttem ide, tehát nekem kell megtanulni angolul, tehát nekem kell alkalmazkodni. Tehát ha ide jössz Ausztráliába, akkor te alkalmazkodsz az ausztrál emberekhez, és nem ők fognak hozzád ugye alkalmazkodni. Tehát, hogy ő miért nem tanul meg magyarul? Azért, mert egyszerűbb, hogyha én tanulok meg magyarul, és szerintem egyszerűbb így az egész. Na! Aztán megyünk tovább. Hello, te Nagykanizsán laktál. Igen, én Nagykanizsán laktam, ott születtem, ott jártam iskolába. Megyünk tovább. Viktor kérdezte, hol a legbiztonságosabb Ausztráliában élni, ahol nincsenek veszélyes állatok? Köszi a válaszodat. Hát nem tudom, te. Ugyanis veszélyes állatok Ausztráliában mindenhol vannak. Mindenhol van kígyó. Mondjuk cápa nincs mindenhol, ugye, ha beljebb mész, ott nincsen cápa, csak a vízbe. De kígyók, pókok, ilyen állatok mindenhol vannak Ausztráliában. Menjünk tovább. Mikor fogjátok folytatni az M-Gaminget? Ugye az M-Gaming az egy másik csatorna volt, vagy van, amit valószínűleg mostában nem folytatunk, úgyis időhiány miatt én nem tudom folytatni. A Lukasz egyedül nem tudom, hogy akarja, vagy nem volt róla az, hogy a Lukasz majd csinálja egyedül. Nem tudom. Oda már jó régóta nem töltöttünk ugye fel videókat. Mikor lesz még csoki kóstolás? Majd lesz csoki kóstolás, majd lehet, hogy lesz ilyen ausztrál csoki kóstolás, ugyanis sokan kértétek, hogy nem mutatnák meg ugye ezeket az ausztrál édességeket, úgyhogy lehet, hogy abból lesz egy ilyen kóstolós videó a jövőbe. Na, szálljunk tovább. Csak nekem volt feltűnő, hogy Lukaszt, amint megszólította Tamás, azon pillanatban egyből kinyomta a képet és lecsukta. Lehet valami felnőtteknek szóló oldalt nézett. A Lukasz általában, nem tudom, van egy ilyen szokás, amikor megyek a szobájába, abban pillanatban ugrik egyet, és lezárja. Hogy miért? Nem tudom. Amúgy nem nézem a Lukasz sem olyat a gépen, amit ugye nem kellene neki nézni, ugyanis én is használom a Lukasz gépét sokszor, és látom, hogy miket néz, ugye meg lehet nézni a historiba. Tudom, hogy ki lehet törölni, de van más módja, hogy vissza tudjad ugye nézni.
hogy milyen oldalakat nézett, mit csinált a gépen, és a Lucas nem néz olyanokat. Legalábbis én nem tudok róla, hogyha nézi, akkor meg nagyon jó át tudja tüntetni. Bár amit nem hiszem, hogy nézi. Na minden. Szia, milyen ott a politika? Voltál már szavazni valakire? Egy héten hányszor jönnek a kukások? Milyen itt a politika? Szerintem ugyanolyan, mint mindenhol máshol. Voltál már szavazni? Igen, voltam, ugyanis Ausztráliában kötelező elmenni szavazni. Ha nem mész el szavazni, akkor jó, megbüntetnek. A büntetés azt hiszem olyan $150. Tehát szavazni mindenkinek muszáj Ausztráliába. Ha csak nem vagy állampolgár, vagy nem akarsz büntetést fizetni. Kukások hetente egyszer jönnek. Aztán menjünk tovább. A GTA 5-ön kívül mivel játszol még? Ugye a GTA 5 az az én kedvenc játékom, ezen kívül, hogy én mivel játszok? Semmivel. De még a két GTA 5-tel is alig játszok mostanában. Nagyon régen volt, hogy leültem, és ugyan rendesen játszottam vele. Régebben szoktam többet játszani, de az régen volt, mikor még több időm volt. Melyik a legveszélyesebb kígyó Ausztráliában? Nagyon sok veszélyes kígyó van itt Ausztráliában. Hogy melyik a legveszélyesebb, ugye ez attól függ, hogy melyik részen laksz. Ugyanis van olyan rész, ahol nincsen olyan kígyó például itt mi nálunk, mint ami van mondjuk a déli részén, vagy ott nagyon fent ott északon. Tehát, hogy melyik a legveszélyesebb, nem tudom. Sok veszélyes kígyó van, az biztos. Mikor jössz haza Magyarországra, majd egyszer biztos, hogy megyek vissza Magyarországra, vagy mikor, egész pontosan nem tudom. Biztos, hogy nem jövőre, az biztos, hogy nem jövőre, bár sem lehet tudni, de nem tervezzük. Ha a lépzés egy kicsit nagyobb lesz, ugye szoktam mondani, akkor majd valószínű, hogy menjünk vissza megint Magyarországra. Aztán még tovább. Ausztráliában vannak gyilkosságok és veszélyes bűnözők, akik szökésben vannak. Igen, vannak Ausztráliában gyilkosságok, ugyanúgy, ahogy mindenhol máshol is. Itt is vannak veszélyes bűnözők, akik szökésben vannak. És Ausztrália is ugyanolyan, mint minden más. Tehát Ausztrália az nem különebb ország, mint akármilyen ugye más ország. Tehát itt is vannak gyilkosságok, bűnözők, betörések, lopások, ugyanúgy, mint mindenhol máshol. Aztán menjünk tovább. Lesz valahol közönség találkozód, vagy tervezel Magyarországon kívül, székelyföldi vagyok, és itt élek. Örülnék neki, és még szerintem sokan mások is, hogyha egyszer megyek Magyarországra, lesz közönség találkozó. Székelyföldön még az életben nem jártam, szeretnék majd elmenni, és hogyha eljutok, akkor ugye ott is lesz találkozó, valószínűleg lesz. Ugyanis sokszor ugye írjátok, hogy nagyon sokan onnét is nézitek, tehát hogyha egyszer megyek ugye Magyarországra, akkor el szeretnék menni a környező országokba is, mert tudom, hogy nem csak Magyarországról nézik ugye az emberek a videókat, hanem máshonnét is, tudom, hogy Németországból is, meg mindenhol máshonnét, tehát hogyha arra járok, biztos, hogy lesz. Na, hogy mikor, azt nem tudom, majd a nem biztos, hogy a közeljövőben, de a jövőben majd lesz. Aztán, sziasztok, Gábor vagyok, én azt szeretném megkérdezni, hogy milyen a nagy melegben a karácsony. Izzadós. Furcsa, ugye nem esik a hó itt mi nálunk karácsonykor, először furcsa volt, főleg az első pár évben, aztán hozzászoktunk, bár én mindig azt mondom, hogy a karácsony az úgy szép, hogyha esik a hó, ugye. De itt olyan karácsonyunk biztos, hogy nem lesz. Terveztek nyaralni, ha igen, akkor hova? Meg az esőerdőbe fogtok menni majd valamikor. Ugye tudom, hogy ígértem, hogy elmegyünk az esőerdőbe majd valamikor, és még mindig nem mentünk el fogunk menni, hogy mikor azt nem tudom, nyaralni tervezzük, hogy fogunk menni. Hogy hova? Nem tudom, vagy lemegyünk Sydneybe majd, vagy elmegyünk fel éjszakra, pár napra, hogy hova egész pontosan azt nem tudom. Majd meglátjuk. Egy kicsit még messze van. Tervezzük, hogy elmegyünk ugye karácsony körül, vagy januárban, vagy nyaralni, mert ugye akkor van itt minden nyár. De hogy egész pontosan hova, azt még nem tudjuk. Addig még van egy pár hónap szerintem. Még van egy kis időnk, hogy kigondoljuk. Aztán, szia, Feri vagyok. Körülbelül mennyi pénzzel induljak neki Ausztráliának? Minél több pénzzel jössz, annál jobb. Ez attól függ, hogy mit akarsz csinálni, nem tudom, nyaralni akarsz eljönni, vagy mit csinálni. Sok pénzzel. Minél több pénzzel jössz, annál jobb. Aztán, jó Ausztráliában lakni? Jó, szerintem jó, nem tudom. Biztos. Mármint azt mondjuk, hogy mivel akarod hasonlítani. Tehát, ahogy mondtam az előző kérdésre, hogy mi jobb, Ausztrália vagy Magyarország, attól függ sok mindentől. Én szeretek itt lakni Ausztráliában. Megyünk tovább. Hány éves vagy? Kedvenc állat, szín, növény, videójáték lesz live. Hány éves vagy? 36 éves vagyok. Kedvenc állat, nem tudom, én szeretem a macskákat. Szín,
Szín úgy kedvenc színem nincsen. Talán a kék meg a piros, ami úgy szeretem, de attól függ ugye, hogy mibe. Növény, kedvenc növényem? Nincs kedvenc növényem. Videójáték, Grand Theft Auto, lesz-e live? Lesz live, terveztem, hogy egész fontosan mikor, nem tudom, de lesz, tudom, hogy most már nagyon régen volt ugye élőadás. Aztán én tovább. Milyen az idő óta Ausztráliában? Nehéz volt megszokni magyarhoz képest, válaszolatot előre is köszi. Itt Ausztráliában az idő, ugye ilyen meleg idő van, tehát hogy mondtam, a hó az nem esik ilyen, itt Queensland, de ugye ahol mi lakunk, ilyen trópikusi az idő. Nehéz volt megszokni, nehéz volt, az elején nehéz volt, de úgy hozzá lehet szokni, tehát nyáron ez a nagyon izzadós idő van. Ugye, ha nem is csinál semmit, csak ülsz a tévé előtt, és olyan az idő, akkor is csak izzadsz, és ez rettentő nehéz volt megszokni, ahogy mondtam fel az első pár évben, de hozzá lehet szokni. Aztán menjünk tovább, miért pont Ausztrália? Másik ország vagy kontinens sosem játszott, top 5 dolog, amiért sosem hagynád el, családkivétel. Miért pont Ausztrália? Azért pont Ausztrália, mert apukám nagyon szeretett volna ugye idejönni Ausztráliába, mindig szeretett volna ide kitelepülni, tehát volt egy ilyen lehetőségünk, ezért jöttünk ide Ausztráliába. Más ország vagy kontinens sosem játszott, sosem szerettünk volna elmenni máshova. Én mindig el szerettem volna menni Amerikába, ugye Los Angelesbe, hogy én oda szeretnék menni, települni, már mikor ugye már itt laktunk, de nem hiszem, hogy valahogy is el fogunk oda költözni, teljesen más ugye megint, tehát én jó vagyok itt, ahol vagyok jelenleg Ausztráliába. Top 5 dolog, amiért sosem hagynád el Ausztráliát család kivételével. Szeretem az időjárást, én szeretem. Tehát ez jó, nem szeretem azt a nagyon nagy meleget, ugye ebben azt nagyon nagy izzadósat, de az csak nyáron körülbelül egy ilyen pár hét. Azon kívül, ugye nem esik a hó, ami néha nem a legjobb, de jó, hogy nem, nincs az az esős, a havas esős, jégesős idő, azt nagyon nem szerettem ugye Magyarországon, sosem, amikor gyerek voltam, mert mindig ugye nem tudtunk kimenni az udvarra játszani az öcsémmel, meg a barátokkal, és mindig benne kellett ülni. Tehát az időjárás, én szeretem ezt az időjárást, ezt a meleget, ez egy ok. Aztán a másikok, miért másik négy még? Nem tudom, ezen gondolkoznom kellene, lesz erre a kérdésre, majd visszatérek, de ezen aztán egy kicsit gondolkozok. Na várjál, megyünk tovább addig is. Voltál már Ausztráliában a sivatagban, ha nem, akkor majd szeretnél elmenni. Bemondod a nevem, na látod, elfelejtettem a neveket. A név Ákos Ostgyáni. Remélem, hogy jól mondtam. Ausztráliában a sivatagban, abban a piros-piros sivatagban, abban még nem voltam. Abban a sivatagban, ahol ugye nincsen semmi se, csak ilyen fél sivatag, azt hiszem, olyan van egy pár ilyen kihalt növényzet, meg ahogy néztem azokat a régebbi videókat, mikor jöttünk ugye Adelaide-ből ide fel Gold Coastra, ilyen régi videók, és a sivatag felé ugye mentünk, ott jártam, de abban nagyon piros meg sose, el szeretnénk majd egyszer menni, volt róla szó, hogy majd egyszer elmegyünk arra, lehet, hogy az öcsémmel, nem tudom, de hogy mikor, nem tudom, még ott nem voltunk. Úgyhogy megyünk tovább. Nehéz az ausztrál vízumot megszerezni, tényleg lehet a boltokban alkudozni. Kengurút tartanak háziállatnak, az iskolák sorrendje, fajtái hogy vannak? Na, nehéz az ausztrál vízumot megszerezni. Igen, nagyon nehéz az ausztrál vízumot megszerezni, kivéve, hogyha attól függ ugye, tehát a turista vízumot megkapod, azzal ki tudsz jönni. De úgyhogy a letelepülési, gondolom, hogy most arra gondolsz, a letelepülési ugye vízumra vagy engedélyre, azt nehéz megszerezni, ha csak nem például olyan munkád van, ami keresett itt Ausztráliában, és akkor egyszerűbb, amúgy nehéz megszerezni. Tényleg lehet a boltokban alkudozni? Igen, lehet a boltokban alkudozni. Tehát én akár számolok és veszek akármit, például a múltkor, amikor vettem egy tévét, mondjuk nem tudom, ennyire meg ennyire árulták ugye azt a tévét, és lealkudtam. Tehát mindig, ha akármit veszel, mindenből lehet alkudni. Kivéve az Apple-ből. Hogyha bemész az Apple boltból, nem lehet. Mindegy, hogy mit mondasz, azok sose engednek az árból. De akármi mást akarsz venni, mindenből lehet. Kivéve, hogyha bemész és mondjuk akarsz venni mondjuk egy fél kiló, nem tudom, párizsit, vagy akármit, ott nem fogsz alkudozni. Tehát, hogyha ilyen elektronikai dolgot akarsz venni, vagy autót, vagy
hogy akármit, mindenhol lehet alkudni, tehát elengednek. Kengurút háziállatnak nem lehet tartani, ugyanis nincs megengedélyezve. Az iskolás sorrendje, fajtái hogy vannak? Mármint hogy a sorrendje hogy vannak? Tehát itt is ugyanúgy van, hogy van az általános iskola, a középiskola, aztán ugyanúgy ugye tovább, nem tudom ezt a kérdést, hogy értetted. Úgyhogy megyek a következőre. Mi a kedvenc zenéd neve? Nincsen kedvenc zeném, éppen ami megy a rádióba, azt hallgatom, vannak jobb zenék, vannak rosszabb zenék, de olyan kedvencem nincsen. Aztán megyünk tovább, lesz élőadás, vagy mikor az, hogy nem tudom, ahogy mondtam ugye korábban. Melyik városban laksz, és mennyi a lakossága? Én a Gold Coast-tól lakok, és a lakossága a Gold Coast-nak az több mint 500 000. Aztán, te is Lukasz, hogy mit szoktatok csinálni szabadidőtökben? Mi szoktunk csinálni? Én és a Lukasz videózni például, aztán el szoktunk menni ugye jetskizni vagy hajózni, most nem annyira, mert esik az eső, az elmúlt pár hétben sokat esett az eső, de amúgy el szoktunk menni. A Lukasz szeret kivinni velem ugye főleg a jetskivel, ha a csónakkal nem annyira, azzal is szeret, de inkább a jetskivel azt jobban élvezi. Aztán szoká, amit videózok, tehát hogyha nézzétek a videót, tudjátok, hogy mit csinálunk, általában azt csináljuk. Nagy ritkán szoktunk játszani közösen Lukasszel, mondjuk a Grand Theft Autót, mikor nekem több időm van, de inkább a Lukasz a Davis-szel játszik mostanában. Legalábbis a Davis az nem játszik a Grand Theft Autóval, csak egyszer-kétszer nézi meg, ő játszik a Minecraft-tól. Úgyhogy, na, menjünk tovább. A hasonló Ausztrália Amerikához? Nem hasonló. Szerintem nem hasonló. Ugye voltam Amerikában kétszer, és másabb, szerintem teljesen másabb. Tehát minden más. Na, megyünk tovább. Nagyon rendes tőled, Tomás. Micsoda, várjál, tovább olvasom. Neked köszönhetően sok információt tudtam meg Ausztráliából. Ausztráliáról. Amúgy én Angliában élek, kb. Egy hetes kirándulás a Gold Coast repjeggyel, szállással mennyibe kerülne. Van reptér hozzátok közel, köszi előre is a választ. Nagyon szívesen, na, menjünk vissza akkor az elejére. Tehát örülök, hogyha sok információt ugye meg tudok osztani Ausztráliáról, meg mindenről. Tehát mindig mondtam, hogyha valakinek van valami kérdés is, hogyha tudok, akkor segítek, csak nyugodtan kérdezzetek. Van, amikor nem tudok mindenkinek ugye válaszolni, főleg az e-mailekre, mert sok e-mailt kapok, vagy sok kommentet kapok néha, de amikor van szabad idő, mindenkinek próbálok ugye válaszolni. Tehát a kérdés, mennyibe kell ugye egy hetes kirándulás repülőjeggyel, szállással, mennyibe kell? Ez attól függ, tehát a repülőjegy innét Ausztráliába, Angliába egész pontosan nem tudom, hogy mennyibe kerül, de tudom, hogy Magyarországra 2000 és 2500 dollár között van. Ausztrál dollár. Ennél tudom, hogy nagy ritkán van olcsó, tehát 1800-ért is lehet kapni ugye repülőjegyet, ez a repülőjegy ugye oda-vissza, de gondolom vissza is akarsz menni. Tehát Angliából gondolják, ez egy kicsit olcsó, mert ugye nem kell menni Budapestig, de mondjuk azt, hogy 2000 a jegy. A szállás hetente az attól függ, hogy akarsz megszállni. Egy átlagot tudok mondani, szerintem olyan 500 dollár hetibe, attól függ, hogy hol akarsz megszállni. Tehát arra lehet számolni, aztán autót szerintem kell bérelni, és autó nélkül itt Ausztráliában nem nagyon lehet megmozdulni. El tudsz menni persze vonattal ide-oda, vagy busszal, de nehézkes, tehát annyira nincs kiépítve, mint a vonatjárat, vagy a busz, hogy nagyon felugrasz és megy, meg ide-oda mászkálsz, tehát autóbérlés az kell, az autónak a bérlete. Egész pontosan nem tudom, hogy mennyi, de szerintem egy ilyen 40 dollár naponta biztos, hogy van. Meg ez ugye hova akarsz bevenni, tehát ha be akarsz menni egy állatkertbe, vagy mondjuk egy Movieworldbe, vagy ilyen vidám parkba, tehát oda a belépő. A belépők átlába azt, hogy hova mész, de ilyen 70 dollár körül van. Lehet, hogy egy kicsit több, lehet, hogy egy kicsit kevesebb. Ha le akarsz menni a tengerpartra, ugye az persze, hogy ingyenes. Az étel, nem tudom, hogyha el akarsz menni mondjuk egy ilyen gyors étterembe, vagy kajáldába, olyan 10 dollár körül van egy menü, mindegy, hogy hova mész, 10-12, attól figyel, hogy mit akarsz enni. Meg ugye a költőpénz. Reptér van hozzánk közel, a Gold Coast-i reptér az itt van, tehát az elég közel van, itt van ugye a Gold Coast-on. Ide rendes járat Gold Coast-ra nem jön, Brisbane-be jön, tehát nagyobb gépek azok Brisbane-be érkeznek, a Gold Coast-ra
csak ilyen kisebb, tehát Sydneyből jön repülőgép, vagy ugye Melbourneből, ugye Ausztrálián belül, meg egyenesben, ha jól tudom, most már Los Angelesbe megy egyenes járat, megy Ázsiába is, de ezen kívül nem, tehát Angliából ugye nem jön úgy, hogy mondjuk egyszer ugye mindenképp meg kell állni, tehát Anglia, Dubaj vagy Szingapur, de Szingapurból ide egyenesen a Gold Coastra nem jön, hanem Brisbane-be érkezik meg, ami körülbelül egy olyan egyórás vezetésre van mi tőlünk. Na, aztán menjünk tovább, nem hoztam magamnak inni. Sokat beszélek, a torkom kezdni a kiszáradni. Na, menjünk tovább. ez vicces kérdés. 5 meg 3 az mennyi Ausztráliában? 5 meg 3 az pontosan ugyanannyi Ausztráliában, mint akárhol máshol a világon. Úgyhogy azért válaszok rá 8. Menjünk tovább. Van nálatok Costa kávézó? Nem tudom. Lehet, hogy van, lehet, hogy nincs. Én nem iszok kávét. Én kávézókban nem szoktam járni. Ezért nem is szoktam nézni, hogy milyen kávézók vannak. Nagyon hallottam róla, hogyha ilyen kisebb kávézó, akkor lehet, hogy van. Ha ilyen nagyobb kávézó, akkor nem hiszem, hogy van. Starbucks, azt tudom, hogy van. Szép Ausztrália? Szerintem szép Ausztrália, nem? Szép, szerintem szép. Hú, nagyon sok a kérdés. Ölelés, sziasztok! Bemutatod, hogy vágsz. A videót, hogy hogy vágom, egyszer már bemutattam, volt egy ilyen videó. A Final Cut Pro-t használom, és majd lehet, hogy csinálok egy másikat, és megmutatom még egyszer, hogy hogyan vágok. Ha a csoki csokoládé, akkor a ropi ropoládé. Lehet. Na, menjünk tovább. Mikor jössz Magyarországra? Várj, ez sok kérdés, úgyhogy válaszolok egyenként. Mikor jössz Magyarországra? Nem tudom, ugye erről már volt szó korábban. Láttál már a szabadban kígyót? Igen, láttam már a szabadban kígyót. Egyszer dolgoztunk, képzeld el, és ez olyan hely volt, hogy új házakat építettek oda, és a kígyó bejött a házba. Apukám fogta meg, és kivitte. Mennyibe kerül ott egy családi ház? Ez attól függ ugye, hogy hol Ausztráliának melyik részén. Tehát Sydneyben nagyon drágák a családi házak, Gold Coastra egy kicsit olcsóbbak, nem olcsóbbak, Sydneyhez képest olcsóbbak, de Melbourneben ugye megint drágább, tehát minél nagyobb városban mész, annál drágább. Hogyha kijebb mész ugye a semmi-semmi közepére, ott olcsóbbak. Itt a Gold Coaston tudok mondani egy ilyen átlagot, az átlag családi ház itt a Gold Coaston olyan 5 és 600 ezer dollár körülbelül. Ennél van persze drágább is, ennél olcsóbb nincsen. Talán 450 ezer. De ilyen félmillióra minimum egy családi ház. Dollár, ausztrál dollár. Messze vannak a boltok? Nincsenek messze a boltok. Attól függ, hogy mármint mitőlünk nincsenek olyan messze. Ha belülök az autóba, körülbelül egy olyan kevesebb, mint 10 perc, és odaérek ide a boltba, ahova szoktunk járni. Hogyha el akarsz sétálni, akkor a feleségemnél elszokott, hogy 45 perc oda a séta. Lucasnek messze van a suli? Nincs. Itt a túloldalt a suli. A feleségem otthon van, a feleségem az itthon van. Hova mentek majd nyaralni? Ahogy mondtam korábban, nem tudom még, hogy hova megyünk nyaralni. Nálatok Halloween van? Igen, van. Elsőn nálatok is van munkaszüneti nap? Van. Egyen nálatok is van munkaszünet. Van munkaszüneti nap, de mikor? Egyen nálatok. Ilyen rosszul van írva a kérdés, nem tudom rendesen értelmezni. Na minden. Davis mikor fog hobbiba járni? Nem tudjuk, ugyanis az óvodanálunk nem kötelező, meg elég drága. Úgyhogy a gyerekek általában úgy járnak nálunk az óvodába, hogy heti egy vagy két alkalommal, tehát olyan nem nagyon van, hogy 5 alkalommal megy a gyerek óvodába, ugyanis nagyon drága. De járni fog majd óvodába, még ilyet majd megy iskolába. Ausztráliából is néznek téged. A magyarok szoktak nézni, tehát akik itt laknak magyarok szoktak nézni, tudok róla, ugyanis már találkoztam egyel vagy kettővel, nem rendszeresen, én azt hiszem, hogy nem rendszeresen, de szoktak nézni. Ausztrálok nem néznek, ugyanis nem értik. Köszi a válaszhoz, szívesen. Aztán megyünk tovább. Mikor lesz egy nyereményjáték? Ez megint ilyen sok kérdés, nagyon sok kérdés, úgyhogy így válaszolok sorba, ugyanattól az embertől. Lesz nyereményjáték, nem tudom, hogy mikor, de lesz a jövőben. Mikor lesznek újra filmek? Egyelőre újra filmet nem tervezek. Lehet, hogy majd lesz, de idén szerintem nem. Milyen ott élni? Én szeretek itt élni. Jobb volt itt, már ugye Magyarországon gondolom. Nem tudom, ahogy mondtam, ugye Magyarországon én iskolába jártam, nekem semmi bajom nem volt Magyarországgal.
mikor lehet majd csomagot küldeni. A csomagküldés drága, nagyon drága. És ezért nem kapok ugye sűrűny csomagot. Na, csak közben kikapcsolt a kamera, újra kellett indítani, ugye néha kikapcsol a kamerám. Remélem, hogy a felvétel nem veszett el. Kicsit sötét lehetem, majd egy kicsit állítunk rajta, talán így jobb lesz. Aztán így tovább. Szoktál horgászni? Horgászni nem szoktam. Magyarországról hogy tudnék kijutni Ausztráliába a legolcsóbban? Úgyhogy valakit megkérsz, hogy fizesse ki a repülőjegyet. Ugyanis, ahogy mondtam, nem túl olcsó kijutni ugye Ausztráliába. Miért döntöttetek úgy, hogy kiköltöztök Ausztráliába? Ugye erre már válaszoltam. Apukám ugye mindenképp ide szeretett volna költözni, és volt rá lehetőségünk. Aztán megyünk tovább. Csak nem olvastam minden kérdést, ugyanis ismétlődő kérdések. Sokan kérdezik, mikor lesz live megint, aztán mikor megyek Magyarországra. Mindeneket ugye nem akarom felolvasni. Várjál, ebben a házban terveztek maradni, vagy egy-kettő múlva megint költöztök? Ebben a házban nem tudom, hogy meglátjuk. Nem biztos, hogy maradunk. Varázs, hogy elköltözünk, ugye április, akkor jár le a szerződés. Majd meglátjuk, attól függ, hogy akkor éppen hogy gondoljuk, mi lesz, lesz-e másik ház, vagy nem. Ezt nem tudjuk. Milyen nehéz állást találni magyarként Ausztráliában, mennyi pénz kell ahhoz, hogy ki tudjak költözni, és mennyibe kerül egy lakás általában. Na, milyen nehéz állást találni Ausztráliában magyarként? Attól függ, hogyha beszélsz rendesen angolul, akkor nem nehéz. Mindegy, hogy milyen nemzetiségű vagy, hogyha rendesen beszélsz angolul, és megvalósítjál hozzá a vízumod, megértesz hozzá, amit csinálsz, akkor könnyű állást találni. Hogyha olyan a munkát, persze. Mennyi pénz kell ahhoz, hogy ki tudjak költözni? Rettentő sok pénz kell ahhoz, hogy ki tudjál költözni, és a vízum ugye nem olcsó. Ezen kívül kell lenni pénzednek is, hogy ide ki tudjál költözni. Hogy mennyibe kerül egy lakás általában megvenni drága. Tehát attól függ ugye, hogy milyen lakás és hogy hol. Egy lakásnak, egy egyszobás lakásnak az ára, itt a Gold Coaston, ugye én ezt tudom mondani, egy olyan ilyen 250-300 ezer dollártól, ami nem a legjobb környék, meg nem a legjobb hely talán, vagy a lakás, de attól már lehet kapni. Aztán menjünk tovább. Visszajönnél Ausztráliából Magyarországra nyaralni, igen, úgyhogy lakni, nem, szerintem nem mennék vissza. Ausztráliában mi a fizető eszköz? Ausztráliában dollár van, ausztrál dollár. Szia! Én még régebben kb. 2-3 hónapja írtam egy e-mailt neked, amiben kérdeztem tőled, ha van egy kis időd és válaszolnál, annak nagyon örülnék. Na! Azt hiszem, hogy nem válaszoltam. Gondolom, nem tudom, sok e-mailt kapok, és mindegyikre, ahogy mondtam, nem tudok válaszolni, ugyanis kapok e-mailt, tehát nem csak kommentet, meg nem csak Magyarországról, hanem máskor is kapok e-mailt. És általában, amikor van egy kis idő, főleg esténként, akkor átnézem őket, és próbálok mindenkinek válaszolni. Ez minden este nem sikerül, és hogyha egy napot kihagyok, vagy például a kettőt, mert ugye nincsen időm, akkor utána ezek az e-mailek úgy elvesznek. Tehát én elolvasom az e-mailt, és eszembe van, hogy kell válaszolnom, majd este fogok, de mire oda kerülök, elfelejtem. Másnap megint elfelejtem, elmegy az idő, és nem válaszolok. Tehát, hogyha azt mondod, hogy válaszoljak az e-mailre, 100%-on válaszoljak, akkor legalább, hogyha az első nem válaszolok, küldjél még egyet másnap, ha arra se, akkor még egyet, és minél többet küldesz, akkor már látni fogom, hogy erre mindenképp most már kell válaszolnom, mert addig nem hagynak békén, még nem válaszolok, ugye? De ha nem válaszoltam, küldjél még egyet, vagy még egyet, vagy még egyet, és előbb-utóbb válaszolok. Mikor lesz prank? Nem tudom, az a baj, nem tudom, hogy kit verjek át. Ugyanis most már mindenkit átvertem a családba szinte, meg nem nagyon szeretik a családtagok, hogyha átverem őket. Úgyhogy nem tudom. Ausztráliában házat venni, vagy házat bérelni éri meg? Hogyha van pénzed, házat venni éri meg? Nem kérdés. Attól függ, ugye. Szia Tamás! Mi is a kezdetektől nézünk téged, és bár nem sűrűn kommentelek, de nagy rajongóid vagyunk Írországból. Jó látni, hogy ismét kiáll valaki az igazságtalansággal, emberek lehúzásával szemben. Köszönjük, hogy vagy nekünk. Követendő példát mutatva minden igaz embernek további sok sikert kívánunk nektek, és még nagyon sok
Ilyen szuper videót. Köszönöm szépen! Ugye azért mondta az illető, mert mondtam múltkor az Irány Ausztrália 8000 forintot kért azért, hogy ilyen kérésekre, mint én most ugye válaszolok, ezért, hogy valaki válaszolja, ezért 8000 forintot kért, és mondtam, hogy én ezért sose kérek pénzt, én ingyen válaszolok mindenkinek a kérdésére, és ezen túl is, hogy, ahogy mondtam, hogyha van valakinek valami kérdése, én nem kérek érte pénzt. Én szeretem ezt csinálni, én szeretek videózni, és hogyha tudok, akkor segítek. Úgyhogy megyünk tovább. Bár amúgy az Irány Ausztrália azt a videót, vagy ezt a posztot, ugye a Facebookon letörölte, képzeled, ugye, és én visszanéztem rá két napra, erre a 8000 forintos dologra, és letörölték. Vagy túl sokan reklamáltak, ugye, vagy nem tudom, hogy mi történt, de letörölték. Na minden. Na ezt nem tudom elolvasni, valószínű, hogy úgy lett írva valami telefonnal, hogy mindenféle belekerült. Na minden, megyünk tovább. Hello, szia, szevasz, kérdésém! Egy komolyabb drónt nem tervezel venni? Terveztem venni egy komolyabb drónt, aztán nem lett belőle semmi. Bár minden évben tervezek, mikor kijön az új drón, mindig nekem ezt meg kell venni, mert ez nagyon jó, ez többet tud, és sosincs belőle semmi. Az egyik fő ok az az, hogy itt Ausztráliában vannak szabályok, ugyanúgy szerintem mindenhol máshol, és a drónnal repülni olyan helyen lehet csak, például parkba, hogyha nincsen senki a közelbe, 30 métert el kell hagyni az autóktól, a házaktól, az emberektől, mindentől. Látni kell a drónt ugye, hogy merre repül, és ezért nagyon le vagy limitálva, hogy hol tudsz a drónnal filmezni. Tehát, hogy lemegyek a tengerpartra, olyan helyre kell mennem, ahol nincsen senki a közelben, legalább 30 méterre nincsen. Tehát, hogyha fel is repülök, akkor nem tudok sem erre ugye menni, hátul ott van egy ember, meg hátul ott van egy ember. Sok értelmét nem látom. A parkba, vagy olyan helyen filmezni, ahol meg nincsen senki se, csak a mező, nem tudom, hogy érdekes lenne, vagy nem, tehát itt a ház fölött nagyon fölrepülni nem tudnék, tudnék, csak hogyha meglátják, és valaki bejelent, akkor jó, megbüntetnek, ugyanis már volt ilyen, ezért nem tudom, lehet, hogy a jövőben majd defektetek, és itt-ott próbálok majd repülni, meg felvételeket készíteni, de ez a fő oka, hogy nem, nincsen drón. Aztán, megyünk tovább. Várjál, még egy kérdése van neki. Néha észreveszed magadon, hogy valamelyik magyar szót elfelejtetted, vagy nehezen jut eszedbe? Választottál előre, és köszönöm. Nagy ritkán előfordul ilyen, hogy elfelejtek egy magyar szót. Nem az, hogy elfelejtem, hanem mondjuk beszélek, és valamit akarok mondani, mondjuk egy olyan szót, amit nem olyan sűrűn használok, és elfelejtem, de rám, nem tudom, egy 10 másodpercre, vagy egy percre ugye eszembe jut. Tehát nem úgy felejtem el, csak úgy hirtelen nem jön bele a fejembe. Na minden? Vasárnaponként Lucas vlog. Néha. Most már nem annyira. De majd lehet, hogy lesz megint. Szia, nekem az lenne a kérdésem, hogy volt-e már olyan, hogy valamiféle ragadozó állat rátok támadt? Nem volt ilyen. Hello, Peti vagyok. Egy olyan kérdésem lenne, hogy az első benyomásod milyenek voltak, mikor kimentél. Gyorsan megszoktad befogadó ott a társadalom. Könnyű volt a boldogulás a kezdetektől, köszi. Az első benyomás milyen volt, mikor kimentem? Más volt, tehát minden legkisebb dologtól elkezdve minden nagyon más volt. Megszokni nehéz volt szerintem az elején. Érdekes volt, tehát furcsa volt, csak mikor eljutott addig az agyadik vagy a tudatodik, hogy te mostantól itt fogsz lakni, más, ugye másmikor ide jössz nyaralni, és nagyon jó, mert nagyon furcsa, nagyon jó, de másmikor kijössz, leülsz este a tévé elé, ugye, és azt mondod, hogy nem értek egy kukot se a tévéből, nem tudom, hogy milyenek ezek a sorozatok, vagy most miről beszélnek, vagy mi megy a hírekbe, más, de hozzá lehet szokni, tehát hozzá lehet szokni, úgy befogadom, ami az ausztrál állam, meg az emberiség, ugye, mert ugye nagyon sok a bevándorló. Tehát be lehet illeszkedni, de időbe telik. Ugye ez mindenkinek más, mindenkinek valakinek egy pár évet, nekem egy pár, jó pár évet telik, de megtanultam rendesen ugye beszélni, meg hozzászoktam azért mindenhez. De nem tudom, hallottam olyanról is, hogy valaki eljött és rá két hét észre se vette már tiszta ausztrálot. Na minden, van ilyen is. Na minden, menjünk tovább. Nem szeretnél beruházni egy drónra, erről most beszéltünk.
Szia Tomi, az lenne a kérdésem, hogy kb. Mennyi a repülőjegy oda-vissza, meg hogy mennyibe kerül ott egy szállás, üdv Benedek. Ugye ezt pont az előbb mondtam, körülbelül olyan 2 és 2500 ausztrál dollár a repülőjegy oda-vissza, a szállás pedig olyan, hát én azt mondom, hogy 500 dollártól, attól függ hol, hol szeretnél lakni, aztán így tovább. Nekem az a kérdésem, hogy ott milyen élhetési, várj, ez rossz van írva, viszonyok, meg hogy vannak-e veszélyes állatok, ahol éltek, köszi, hogy válaszolsz, vannak veszélyes állatok, a viszonyok, hogy milyenek az élhetési viszonyok. Hogyha dolgozol, akkor keresel, és meg lehet élni. Na, aztán megyünk tovább. Na várjál, nem sokára már felérünk. Hello Tamás, Ausztráliában milyen gyakran vannak esőzések, rosszabb esetben jégeső? Esőzések, attól függ, hogy melyik részén. Tehát itt is esik az eső, a Gold Coaston ugye, de azt mondják, hogy 300 nap napsütés és 60 nap ilyen felhős vagy esős. Jégeső általában ilyen időtájban van ilyen október-november, mikor ugye kezd melegedni és hirtelen jön az eső és jégeső. Aztán, hello Tomi, köszi a hirdetést, na várjál, ez nem ide tartozik, ugyanis ez csak egy sima komment, ez nem kérdés. Ausztráliában ismerik Magyarországot, ha igen, mi a véleményük, és ki az a személy, akit ismernek? Ausztráliában ismerik Magyarországot, bár volt olyan ember, akivel beszéltem, és nem tudta, hogy hol van Magyarország, tehát volt olyan is, de általában azt mondom, hogy nagyjából az emberek azért tudják. Ha más nem tudják, hogy létezik Magyarország, csak pontosan nem tudják, hogy hol van. De olyankor nem úgy el szoktam magyarázni. Ki az a személy, akit ismernek? Olyan személy nincs, akit ismernek Magyarországon. Legalábbis én nekem sosem mondták, hogy én ismerem ezt az embert Magyarországról. Olyat nem hallottam. Azt nagyjából tudják azért, hogy hol van. Legalább az valami, nem? Csinálj magyar jetskis csatornát. Ez nem kérdés. Na minden. Magyar jetskis csatornát. Nem hiszem, hogy csinálok, de sose lehet tudni, mi lesz a jövőben. Szia Tamás, nálunk Magyarországon, és persze Európa többi részén is aktuális téma a immigráció. Tudom, hogy nem akarsz politizálni, nem is erre irányul a kérdésem, hanem arra, hogy Ausztráliában hogy állnak ehhez a kérdéshez. Mennyire befogadóak, hogy állnak az idegen kultúrához? Köszönöm a válaszodat. Ugye nem szeretek politizálni, mint Ausztráliában befogadóak, mert ugye, de csak azokat az embereket engedik be, akit be akarok ugye engedni. Tehát, hogyha jössz vízummal, akkor befogadnak, hogyha olyan ember vagy. Ha nem olyan ember vagy, akkor nem fogadnak be. Ezek a menekültek, akik jönnek ugye hajóval, mindenhonnét, ezeket nem úgy, hogy befogadják. Tehát berakják őket egy ilyen elkülönített részre, és ott tartják őket. Aztán vagy beengedik őket, vagy nem beengedik be őket, ugye ez attól függ. Tehát nem úgy, csak jönnek, és utána mindenki megy mindenfelé, tehát nehéz azért bejutni. De azért befogadó Ausztrália. Attól függ, hogy milyen ember vagy, ahogy mondta. Ugyan. Mennyi az esély, hogy kimész egy pusztára, és találkozol egy mérges kígyóval? Van rá esély, ez attól függ, hogy hova mész éppen ki, és hogy arra jár-e a kígyó. De van rá. Volt ilyen. Tehát sokszor előfordul, hogy valaki elmegy mondjuk vezetni a semmi közepére, meg kell neki állni, ugyanis meg kell neki állni, pisilni, vagy éppen más csinálni, legugol, leúzza a gatyáját, és beleharap a valamiébe. Volt ilyen, komolyan mondom, volt ilyen. Leúzta az ember a gatyáját, és beleharapott a golyójába, a kígyó. Előfordul. Na minden. Mi játni kell? Főleg kéne semmi közepén. Nekem az lenne a kérdésem, lesz ausztrál-magyarul póló, csak mert szívesen csinálnék mintát hozzá. Mi a hobbid? Ismered Dragon Ball-t? Ausztrál-magyarul póló volt régebben. Nem lesz, ugyanis én innét elküldeni nem tudom, mert drága, és ingyen ugye nem tudom elküldeni. Mi a hobbid? Szeretek videózni, vlogolni, mindenféle fajta videót készíteni. Ismered a Dragon Ball-t? Igen, ismerem a Dragon Ball-t. Mennyiben hasonlít Magyarországéhoz ott az éghajlat? Nem hasonlít Magyarországihoz. Aztán, kérdéseim, milyen a konnektor ajzat nálatok Ausztráliában? Mutatom, várjál, megmutatom, milyen a konnektor. Ilyen, látod? Ilyen, és ott az a kis valami, várjál, az a gomb. Ezzel be lehet kapcsolni, most így van benne áram.
így pedig kikapcsoljuk, így nincs benne áram. Na, úgyhogy ezt is megmutattam. Aztán, hoppá, csak rendesen lássadok. Hány éves kortól lehet jogsit csinálni nálatok? 16 és fél évestől el lehet kezdeni. Nálatok gókosztón van hajléktalan, igen, van hajléktalan, most már elég sok, régebben nem volt ennyi. Milyen tömegközlekedési járművek vannak nálatok? Van vonat, van ez a villamos, busz, taxi, az is tömegközlekedés, van rá lehet nézni. Na igen, ezek vannak. Metró itt, gókosztón itt nincsen. Szia! Jössz valamikor haza Magyarországra, mióta élsz Ausztriában nem élek, Ausztráliában, biztos elírtad, 17 éve, melyik majd Magyarországra. Lüköznek milyen jegyei vannak, hányas váló, Lüközt elég jól tanul, tehát ő jól áll. Van valami házi állatotok? Nincsen, és ha van, mi? Mi van a kis dzsík, ami elég nagy, itt-ott néha elfutkorilászik, meg gekkók, ugye azok a gyíkok, félék, azok vannak. Ezen kívül más nincs. Lukasznek van Instagramja, nincs Instagramja. Ausztráliában az elmúlt 50 évben esett hó, igen, Ausztráliában minden télen esik a hó, fent a hegyekben. Nem itt mi nálunk, persze, hanem arrébb fent a hegyekben esik a hó minden télen. Feleségednek élnek a szülei, nem élnek a szülei. Mi az? Csontváz a bokorban? Ez egy találós kérdés. A tavalyi év bujócska győztese. Ezt hallottam, ez régi vicc. Megmutatom egy videóban az útleveledet, ahol a pecsétek vannak. Majd megmutatom egyszer, most nincs itt, ugyanis ott van hátul a másik szobába. Mikor lesz film? Ugye mondtam, hogy mostában nem hiszem, hogy lesz, mert nem tervezek. Mikor lesz édességkóstoló? Ugye mondtam, hogy lesz a jövőben, nem tudom, hogy mikor, de lesz. Mikor költöztetek oda Ausztráliába? 2000-ben. Manapságot húzzák le az embert, ahol akarják, sajnos, ez nem kérdés, ez megint csak egy komment. Mindjárt végzünk ám. Szia, azt szeretném kérdezni, hogy Lucas ismeri a Clash Royale-t? Ismeri. És ha igen, játszik vele? Én úgy tudom, hogy nem nagyon játszik vele. Mi a véleménye róla? Ezt ma meg kell tőle kérdezni. Válaszol felőre is, köszönöm. Menjünk tovább. Szereted az F1-et és Ricardot? Régen néztem, szoktam nézni a Forma 1-et, mostanában nagy ritkán, kevésbé. Annak idején, amikor szoktam nézni én Schumert, annak szoktam inkább drukkolni. Nem azt, hogy drukkolni, mert minden, hogy kinyer, de Ferrarit én szerettem, ugye a Ferrarit, most is szeretem a Ferrarit. És mostanában nem nagyon nézem. Az Ausztrál nagy díjat azt általában meg szoktam nézni, mert élőbe közvetítik, ha nem is az egészet, de itt-ott belenézek. De amúgy ennyi. Már több mint egy éve nézlek, csak ritkán kommentelek, gondoltam írok pár kérdést. Szoktad nézni Lüköznek a gépét, hogy miket néz interneten, számítógépen? Ugye mondtam, hogy korábban, hogy igen, beleszoktam néha nézni, ugye használom a számítógépét néha. Nem hiányzik nektek a hó, tél, stb. A Lüköznek, a feleségemnek, a Davisnek nem, mert még az életben nem láttak havat. Nekem úgy néha hiányzik a hó, ugye jó, főleg karácsonykor. Hello, szia, szevasz, honnálatok, terasz? Na, ne. Nincs nem baj, csak az a lényeg, hogy hogy ragadjon a bélyeg. Ismerem ezt a szólást, ugye? Szervusz Tamás, a kérdése az lenne, hova lehet levelet csomagot küldeni neked? A címemre! Mert ha a szomszédba küldöd, akkor biztos, hogy nem fogom megkapni, ha csak át nem hozza. Na, minden. Tovább. Szia, mivel vagy, hogy csinálod a Marvel-es intrót. Szia, mivel vágod azt a Marvel-es intrót, az ilyen előre elkészített intró volt, ugye, volt ez az intró, a valami ötöd, meg a Lucas, amit használ, és erre bele lehetett szerkeszteni, tehát a fényképeket lehetett belerakni, na, látod? Hát túl sokat beszélek. Na, és ezt így összecsinálta, tehát nem én készítettem, hanem ugye ez előre elkészült intro volt, csak te raktad bele a fényképeket, és így összegyúrta az egészet, és na minden. Tehát ez ilyen intro, nem én szerkesztettem személy szerint az egészet. Szia Tamás! Annyi lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet kijutni Ausztráliába, például mik kellenek hozzá, stb. Vízum és pénz. Meg egy olyan szakma,
amit keresnek itt, hogyha végre akarsz jönni. Ha csak nyaralni akarsz jönni, akkor csak egy vízum kell hozzá, meg pénz. Szia, nekem az lenne a kérdésem, hogy mikor lesz live, mert abban milyen jó lenne. Live, ugye ahogy mondtam, lesz majd a jövő, hogy mikor, nem tudom. Ugye ez volt az utolsó kérdés, úgyhogy ezt a mai videót itt most befejezem, felállok. Lesz egy kicsit hosszú lett ez a videó, remélem, hogy nem lett túl unalmas, remélem, hogy mindenkinek a kérdésre sikerült válaszolnom, és egyet se hagytam ki. Hogyha mégis, és valakinek van valami kérdése, a jövőben is nyugodtan kérdezzetek, és hogyha tudok, akkor válaszok, ugye ahogy szoktam mondani. Ezt én most befejezem, mert fú, nagyon hosszú lesz ez a videó. Na mire? Elmegyek most iszok, ugyanis már megérek beszélni. Mindenkinek további szép napot, napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól, hogy mikor néztek, vagy szoktam mondani. Sziasztok!